Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A Kisteleki Nyugdíjas Klub szokásához hűen idén is megrendezte farsangi ünnepségét, melyre a jól megszokott helyen, a Művelődési Házban került sor. Ezúttal is volt versmondás, éneklés, valamint tánc. Ezeket a produkciókat tekinthetik meg most. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a farsangi ünnepségünkön. A Nemzeti Együttműködési Alap és Kistelek Város Önkormányzata támogatásával jött létre. Márai Sándor, mosoly játszom az arcodon. Áldogáltam a tengerpartján, a víz színén a hold pihen. Mélységes nyugalom áradt odafent és idelent. A pillanat elvarázsolt, szívemet béke járta át. Ott kint a végtelen nagy tenger, lelkembe vett a nagyvilág. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Álmodjunk együtt szebb jövőt, tenger nyugalma ránk rakodjon, s hagyjuk elmenni a múlt időt. Éljünk a mának, ma is és holnap. Élvezzük órát, s perceket. Mosoly játszon arcunkon mindig, és szeressünk, hogy szeretessenek. A farsang. A farsang hosszú évről évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkeresztől a húsvétot megelőző 40 napon nagybőjt kezdetéig, azaz halmazó szerdáig tart. Farsang a tavaszvállás fogánykori igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki. Gyakorlatilag zajos mulatozás, tréfacsinálás, bolondozás, eszem, iszom, és az advent lezárulásával párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a német hagyományokat vette át, erre utal az elnevezés is, az olasz karnevál helyett, míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia mókázások terjedtek inkább el. De felelhető pogány, germán vagy éppen ókori görög, római motívumok is. Maga a szó német eredetű, hazaim jelentésen fecsegni. Ebben az időszakban már az ókori Rómába is rendeztek állatos felvonulásokat, zenész táncmulatságokat, úgynevezett téltemetés, tavaszvállás ünnepeket. A mulatságok az egy álló hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak, ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a karneválszó, a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyás. Más magyarázatok szerint azt díszes szekeret nevezték Carmusnavalének, amelyet egykoron vidám, állarcos menet tolt végig Róma utcáin, innen a karnevál elnevezés. Magyarországon Mátyás korában divatban voltak bizonyos itáliai mintákat követő állarcos mulatságok, sőt, II. Lajos korában harci játékokat is rendeztek. Az egyház kezdetben rossz szemmel nézte a fékevesztett mulatozást, az ördög művének tartotta és üldözte is. Temesvári Pervár Ferences szerzetes 1502-ben született prédikációjában a következőket ír. Ó, jaj, ezekben a napokon hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából sötétség cselekedeteihez, vagyis torkossághoz, iszákossághoz, bujárkodáshoz. Az eféle emberek farsangban, istenükben választják az ördögöt, amit állarcos mulatsággal, fajtalan énekekkel dicsőítenek, megvédvén,
lépvén a Jóisten. Dacára az egyház tiltakozásának, a farsang időszakának megünneplését nem tudták visszaszorítani. Annak ősi pogány gyökerei, melynek szoros kapcsolatban állnak a termékenység, a bőség varázslása, a tél elmúlt a felett érzett örömmel, a tavasz beköszöntét, elteltét szándékozó ritmusokat erősen éltek a nép hagyományaiban. A farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon a népi színjátszás kialakulása is. Különféle maszkos alakoskodásokkal nőttek aztán ki különféle dramatikus játékok, amelyekben tipikus alakokat személyesítettek meg. Ilyenek voltak a cigány, a betyár, a koldus, a vándorárus, a mennyasszony, bőlegény, kedvelt volt a férfiaknál szerep, a ruhacsere. Szívesen alkalmaztak állatmaszkokat is, gyakran feltűnik a játékokban a kecske, a ló és a medve. Már a 16. századból vannak adatai az egyik legnépszerűbb alaposkodó játékokról, úgynevezett Ciberevajda, Konckirály, Párviadalától. Az egyik szereplő a bőti ételeket, a cibere, a másik húsételt személyesíti meg, az a viszálykodásoktól már a játék. A legismertebb alaposkodás szokás magyar nyelvünkön a mohácsi busójárás. A délszláv eredetű szokások faállarcos felvonulásaival már a 19. században vannak feljegyzések, bár ezek általában a vigadalom botrányos részleteit emelik ki. Mivel az állarcok a szereplőknek inkognitót biztosítottak, viszonylag gyakran kerülnek verekedésre, nők molesztálására, ami ellen felháborodott a közvélemény, hatóságok segítségét követelte. A 20. század második folyamán aztán ezt az izgalmas ünnepet sikerült mederbe terelni, és akkor terjedt el a busójárás elnevezés is. A szokások ezt a farsangot záró eseményt áttöltözés, átváltozás néven említik. A karácsonyi időszak elmúltával a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt a teletáró időszakban sokfelé rendeztek bálokat, táncmulatságokat a falvakban, illetve a nagypolgárság és az arisztokrácia a városokban, vidéken általában kocsma vagy a fonom szintere ezeknek az eseményeknek. A különféle szakmák, céhek, bájai mellett megtalálható az asszonyok, sőt a gyermekek bája is. Népszerűek voltak a batyusbálak, ezekre a résztvevők vitték az ételeket, jellemzően kalácsok, sütemény és általában baromfiókból készült fogásokat. A farsangi báloknak mind a paraszti életben, mint a városi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak. Magyarázata ennek az, hogy az eledulányokat, illetve a házasulandó fiatal embereket ezeken az eseményeken vezették be, úgymond a társaságba. Tehát párválasztásban, társasági életben volt fontos szerepük. A legtöbb lakodalmat is ebben az időszakban tartották. Adománygyűjtő szokás általában a gyermekek, ritkábban a fiatal férfiak vagy házas emberek járták házról házra. A szokásról már a 17. században rendelkező feljegyzésekkel néhol a tanító vagy a falusi pap jövedelmét egészítették ki az adományokkal. A köszöntők jó kívánságokat mondanak a háziaknak, cserébe szalonnát, tojást, tejet, zsírt kaptak. Én ezzel zárom is a farsang ismertetőt, és most a rúgunk énekara következik. Édes anyám, nem tudok elvaludni, legény hallom.
Okay.
szépen az énektanok a műsorát, és most Sisák Istvánné Erzsike következik verssel. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, minden jelenlévőt. Egy Petőfi verset fogok elmondani, mégpedig a téli esték. Téli esték, írta Petőfi Sándor. Hova lett a tarka szivárvány az égről? Hova lett a tarka virág a mezőkről? Hol van a patakzaj? Hol van a madártal? Minden éke kincse a tavasznak a nyárnak. Oda van mind, csak az emlékezet által idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak. Egyebet nem látni hónál és fellegeknél. Koldussá lett a föld, kirabolta a tél. Olyan a föld, mint egy vén koldus. Valóban válaim fehér, de foltos takaró van. Jéggel van foltozva, rongyos is. Sok helyen kilátszik mezítelen teste. Úgy áll a hidegbe, s nyigereg. Az ínség vastagon van, págyat alakjára festve. Mit csinál az ember kint ilyen tájba? Most ott bent jó a szobába. Áldja Istenét, kit Istene megáldott, s adván néki meleg hajlékot családot. Milyen nagy boldogság most a meleg szoba. A meleg szobába a barátságos család. Most minden kis kunyhó egy tündérpalota, ha van honnan rakni a kandallóra fát. S minden jó szó, mely eddig talán a lépbe repült, most beszáll a szív közepébe. Legkivált az esték, mi szépek, el sem hinnétek, ha nem ismernétek. A családfő ott fönt a nagy asztalnál, bizalmas beszédbe, szomszéddal és komával. Szájukban a pipa, előttük palackál, megterve a pince legrégi porával, a palac fenekét nem belég, akárhogy iparkodnak. Újra megtelik, ha már fogy. Kínálgatja őket a jó házi asszony. Ne félj, hogy tisztjéből valamit mulasszon, mert ő nagyon jól tudja, mit és miképpen kell. A kötelességét ő jól megtanulta. Nem is bánik könnyelműen a ház becsületével? Nem lehet rá fogni, hogy fösvény vagy lusta? Ott sűröl, ott forog, s minduntalan mondja. Tessék, komám uram, tessék, szomszéd uram. Azok meg megköszönik szépen, s egyet hörpintenek, ha kiég pipájuk, újra rátöltenek. S mint pipafüst csavarog a lépbe, akkép csavarog szanaszét elméjük. És ami régen történt, nagyon régen, összeszedegetik szépen, sorba elregélik. És mint sorba elregélik, s akitől nincs messze az élet határa, nem előre szeret az nézni, hanem hátra. A kis szobába, az asztal mellett egy fiú és egy leányka. Fiatal pár, nem is a múlt időt hányja? Mit is törődnének ők a múlttal? Hisz az élet előttük vagyunk még, nem a hátuk megett. Lelkük a jövendő bűvkörébe téved, s merengve nézik a rózsafelhős eget. Lopva mosolyognak, nem sok hangot adnak, tudja a jó Isten, mégis jó mulatnak. Abot hátul pedig, a kemence körül, az apró cseprűség zúgva, zsibongva ül. Egy egész halom, kisebb-nagyobb gyermek, kártyából tornyot csinál, épít, srombol. Űzi pillangóit a boldog jelennek, tegnapot feledve, holnapot nem gondol, lám, mennyi fér el egy kis helyen, itt van egy szobában, múlt, jövő és jelen. Holnap kenyérsütés napja lesz,
szitálva szolgáló, s dalolgat. Behallik nótája, csikorog a kútgép, ott kint az udvaron, lovait itatja a kocsis éjszakára. Húzzák a cigányok, valahol egy víg toron, távolból hangzik a bőgő mormolása. És egy különös zaj, ott bent a szobába, összefoly egy lágy harmóniába. Esik a hó, mégis fekete az utca. Nagy, széles sötétség egészen behúzta. Járókelő ember nem is igen akad, egy-egy látogató megy csak hazafelé. Lámpája megvillan az ablakok alatt, fényét a sötétség hirtelen elnyeli. Eltűnik a lámpa, a bentlevők pedig buzgón találgatják, vajon ki ment el itt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most pedig Sándorné Erzsike nótacsokra következik. Oh!
Köszönöm szépen Erzsikének ezt a szép nótacsokrot, most pedig Magon György verse következik. A favágó, József Attila verse. Vágom a fát a hűvös halomba, fényesüle görcse sikonba. Zuzmarag hú szárnyas hajamra, csiklándani benyúl nyakamba, bársonyon futnak percei. Föld a fagymaltája villó, szikrácik föld, ég, szem a homló, hajnal suhi, forgásfény röppen, amott is vág egy törmök közben, tövig töröm, gajja jut. Tűzd a tőkét, ne siránkozz, ne sziszen mindenki szilánkhoz, ha oda sújtsz körül a sorshoz, az úri pusztaság rikoltoz, a széles felszer most. Most egy borverset szeretnék elmondani. Ezen bornak szőlőtőke volt a neve, zöld volt a levele, görbevassal kapálgatott kis tőkéske, magyaró pálcikával kötözött kis hordóska, abban forrogatott ez a jó borocska. Ez a bor oly jó bor, hogy masszív vidámító, holnap pedig emberbolondító. Szőketisztó mars az árisztomba. Adjon az Isten a németnek nagykaszát, hogy a magyarnak arasson jó búzát. Tótnak pedig bugyogót, hogy legyen rajta ezer fót. Kánaán földje van ám itt emberek, el sem hiszik talán. Sült galambok szállnak az emberek után. Ha egy kutatásnak borral szalad teli, túrós lepényből van a házaknak fedele. Szalonna hídak kötik át a folyót, hogy a népek nem fizetnek tőle adót. Nos hát dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, hagy szóljon hát a virtus. Noegerek kifelé, te meg jó bor befelé, szent út verebény, hadban lakjék lefelé. Isten éltesse mindenki. Most pedig a Glob Társulat előadása következik Gera Szilvia vezetésében. Thank you.
Annyira utálom, hogy a ronda vén szemével végignéz rajtam, amikor vetközöm, és amikor hozzám ő, én vagyok tőle. Na, megnézem, hogy Sanyi már melegni, azt ne tussálom magamat. Jaj, te jaj, én hát én is te. Ruha? Nincs ruha, pedig azt én nagyon szeretem. 80 éves, amikor minden gyanú felett álljon. Én megöltöztem. Mit vagyjál? Megölöm ezt minél! Jaj, élek, te szexőült vagy. Mondd azt, Béla! Kérdezd be van a ruha, Eszti néni! Nem igaz! Nem azt mondta!
fúlok, na megyek és táncba szedem magamat. Hol a fregesz? Mivel? Te tényleg volt akarsz neki adni? Drága Anikó, ez nincsen észti jó
kollégiumban, lakásom már van. És vele mi lesz? Én arra gondoltam, hogy tegyük be a hűtőbe. Jó. Nyissa ki az ajtót. Jó. Na gyere, Béla. A disznótoros sokadalom alkalmával egy hangulatos előadás keretében a disznóvágás hagyományairól, jelezetes szokásairól, történetéről tudhatott meg többet az, aki a délelőtt folyamán kilátogatott a Szent László térre. A most következő bejátszásunkban Törőcsik István előadását tekinthetik meg. Törőcsik István néprajz kutatót mutatnám be önöknek, és hát téged is ismernek, mint Főfély. Gyere István, légy szíves akkor a disznóvágás szokásairól. Ezen a délelőtt részen hogyan kezdődött ez valamikor, és aztán majd lebontjuk az dolgot, hogy teljességre vonatkozóan, hogy nem tudom, mennyit tudsz a télaföldi disznószokásokon kívül a dunántúli, vagy pedig az Észak-Magyarország, akkor mennyiben különböznek és mennyire nem. Hát maradjunk akkor a télaföldnél. Kérem, fogadják szeretett Törőcsik Istvánt, egy kis tapot kérnék szépen. Gyere. Szép jó napot kívánok, tisztettel köszöntök én is mindenkit. Amit most elmondok, az nem az én érdemem, hanem azoknak az embereknek a tucatjai és százaié, akik az elmúlt évszázadokban gyakorolták és kialakították ezt a mesterséget, illetve ezt a szokást és hagyományt, a disznótartás és a disznóvágás házi délalföldi hagyományát. Először is arról mondanék néhány szót, hogy a disznó tartás mennyire volt jellemző itt a Dél-Alföldön. Középkorban meglepő módon keveset találkozunk a disznótartásnak az emlékeivel. Ilyen szempontból a törökök voltak nagyon precíz emberek, mert adóztatás szempontjából nem kímélték a papírost és a tollat, és összeírták a háztáiban tartott disznókat is, csak úgy, mint a marhákat és a bárányokat, nyilván vegytisztán adóztatás szempontjából. És innen tudjuk, hogy a disznótartás nem volt túlságosan jellemző. Középkori magyarság inkább marhát, illetve juhot, kecskét tartott, és a disznók valahol a lajstromok végén voltak olyan szinten, hogy mondjuk egy Szeged mezőváros, ahol fénykorában több ezer ember lakott, 8-9 ezeres lakossága volt, 300-200 disznót írtak össze Szegeden. Tehát az 1600-1700-as évekig nem volt túlságosan jellemző a dolog. A disznótartás fellendülését elsősorban a külterjes legelőknek az elfogyásának tudhatjuk be. Hát amikor megindult a harc a pusztákért, és felosztották, és egyre többet felszántottak belőlük, és megindult a selyemhernyó tenyésztés például, amelynek fontos állami szerepvállalása volt, hogy eberfákat kellett telepíteni mindenkinek parancsra, és halállal lakolt az, aki például eberfát csonkított vagy kivágott.
és az eperfa levelével ugye lehetett a sejemhernyót tartani, de az eper termésével a lapójószágot és a disznót is lehetett hízlalni. Hát sok apró összetevő eredményezte azt, hogy a 19. századra, 1800-as évek közepére, második felére fellendült a disznótartás, főleg itt a Délalföldön és Szeged környékén is. Ez hozzájárultak olyan dolgok is, hogy például a szegedi fiatalok akkor még szervezett elvándorlás következtében Lombardiában töltötték a katonai szolgálatot leginkább, és azon felül, hogy az észak-itáliai menyecskékkel fraternizáltak alkalmasint, aki nem volt elég erős, hogy a itthon maradt menyasszonyát, kedvesét, rózsáját, babáját kellőképpen távkapcsolatilag szeresse. Azon kívül felfigyeltek még több apróságra is, így például az úgynevezett olasz kóbászra, avagy a szalámira is, amelynek a katonai szolgálat letelte után a recipéjét is hazahozták, és a szegedi szalámiipar, amelyet aztán később a PIK gyár emelt nemzetközi szintre, az ennek köszönheti kezdetét. Bocsánat, közbeszólok, ez a távkapcsolat, ez a lombardiai szolgálat, ez mennyi volt? 10 év, 20 év? Nem tudom, hogy igen hosszú ideig elvitték. 16-ról indult a licit, aztán eljutottunk a korszak végére 3 évre. Az se volt kevés, gombócból is sok. Milyen disznókat tartottak abban az időben? Milyen fajta volt a jellemző itt a Délalföldön? A mostani Yorkshire disznó, az angol hússertések ugye messziről nem voltak ismeretesek. Mangalica volt, azon belül is többféle. Volt az úgynevezett kis mangalica, az ilyen sárgás, szőrű, kisebb testű, disznó, hallom, jobbról, igen. Nagy mangalica, amely fehér szőrű, hosszú lábú, szép hosszú testű, nagy testű disznó volt. Akkor szalontai vörös disznó, annak már az emléke is kiveszett, nem hiszem, hogy emlékeznek erre. Illetve voltak köztes keresztös disznók, úgy nevezték, amelyek többféle fajtának a hibridjei voltak, stabil vagy instabil hibridek, és ezeket tartották, de hát a mangalica volt azért a 19. század végéig az általános. Utána milyen állatokat telepítettek ide a Délalföldre? Tudom, hogy volt kecsketartás, és aztán jött, hogy a sejem hernyóról jutott eszembe a sejembirka, a merinói, amit behoztak Spanyolországból, és ugye aztán általános volt a túllegeltetés, emiatt aztán megint fásítottak itt a Délalföldön. De maradjunk a disznóknál. Hogyan alakult utána a helyzet? A mangalicák után jöttek Yorkshire, Berkshire, nevezték többféle módon is, itt talán a csikli elnevezés lehet még ismerős. Tehát ezek már húsdisznók voltak. A régi kétharmados disznóhoz képest, amely attól volt kétharmados, mielőtt bárki elkalandozna, bármerre, hogy kétharmada zsír, illetve szalonna volt, és csak egyharmada hús, ahhoz képest ezek az angol hússertések, azok már feles disznók voltak, hát a feléből húst lehetett nyerni, kolbászba, illetve egyéb nemes célra is. Ez a sertéstartás, a disznótartás, ez igazából mikor volt a fellegvára itt a Délalföldön? Mikor volt az az év, azok az évek, amikor azt mondhatjuk, hogy hát dicső éveket élhetett meg itt a Délalföld, meg ez az ország? A dualizmus kora, amely Magyarország története szempontjából az egyik csúcspont volt, az volt a sertéstartásnak is a csúcspontja. Nem feltétlen a magyarországi disznók miatt, hiszen ezeket zömmel importálták. Tehát a Havasalföldről, illetve Ószerbiából hajtottak föl ezt a hosszú, egyenes szőrű siska disznót, amelyet ezer számra hajtottak fölfelé, egészen a szegedi aklokig, ahol hízlalóba fogták és rövid úton levágták. Aztán vasútépítés elterjedésével már süldő korukban hozták őket vasúton, és aztán itt Rókuson, főleg Rókuson, amit Kukoricavárosnak is hívtak, itt hízlalták föl. És aztán az első világháború, illetve annak vége, a határok módosítása lezárta ezt a kapcsolatrendszert, és az import megszűnt. Ezután kezdett a Szeged környéki, tanyasi
jószágtartás, tanyasi disznótartás és disznóhízlalás is nagyobb volumenre vergődni. Tehát azok a gyárak, például Pikmarknak a szalámi gyára, amelyek az 1870-es években kialakultak, azok immár nem importból, hanem már a Szeged környéki alsótanyai, illetve felsőtanyai disznó tízezeiből nyerték a hús alapanyagot, és aztán hát eljutottunk odáig, hogy most már nem biztos. Igen, alsótanya az a Móra-Halom és vidéke, ugye felsőtanya pedig Balázsa, Kistelek, ez a rész, így volt ez régen. Na most akkor, ha már disznótartás, egyébként érdekes, mert mondtál, hogy felhagyották a disznókat, akkor igazából külterjes állattartás volt az elején a disznótartásban, és aztán lett később ilyen belterjes, ugye mondtad a határok módosítása után. Az aklók, tehát a belterjes hízlalásnak az infrastruktúrája már az 1860-as évektől kiépült. Kiegyezés előtt még. Így van. Maga Rókus városrész Bálint Sándor szerint már erre a disznó hízlalása épült. A rókusi pógát kukoricapógárnak hívták, a rókusi papot kukoricapapnak, a rókusi fiatalt kukoricagyereknek, és a kukorica nem önmagáért volt fontos, hanem disznó hízlalásba betöltött jelentősége miatt. Egy ilyen család hány disznót tudott hízlalni? Nem feltétlenül csak családoknak, hanem a hízlalóknak, illetve a vágóknak. Ezek rendes kapitalista vállalkozók voltak, több száz, több ezer disznót vágtak évente, némelyik talán tízezret is, és az összegyűjtött vagyont ugyanazzal lendülettel el is tudták kártyázni, mint bármelyik dualizmus kori rendes gentry vagy nemes úr. Úgyhogy ilyen szempontból se volt ezek között a polgárok közt különbség. A lényeg az, hogy a gazdaságban nagyon fontos szerepe volt ezeknek a vállalkozóknak, hiszen ezek tartották a nagyüzemi disznótartás, disznóvágást a toppon, ahogy lehet így mondani. István, akkor beszéljünk arra, hogy a disznóvágás hagyományairól odaérkeztünk a disznóvágáshoz. Hogyan adták meg a módját abban az időben, 1870-es évekre gondolok? És aztán, hogy esetleg hát ugorjuk akkor a első világháború utáni években. Mennyire változott a szokás, és mennyire hogyan változott a mai napig 2015-ig? Mennyi marad meg ebből az egész, úgymond, hagyományos disznóvágásból? Nyilván, hogyha hagyományos disznóvágásról beszélünk, akkor a kisparaszti, tanyasi disznóvágásról van szó, amely nyilván több évtizedes, évszázados hagyományokra megy vissza, még hogyha nem is olyan jelentős, mint a marha, vagy a juhtartás és azok felhasználása. Ami lényeges és hentes hagyományokhoz képest eltérő, az például a bontás módja. Hát a hagyományos magyar, az az órjára bontás, amikor ugye a disznó gerincét, az a fej felső részének levétele után egybe emelik ki, és ebből készül aztán finom órjaleves, disznótoros vacsorát, levese, ha úgy tetszik, főfogása, a paprikás, és szárma és egyebek mellett. Ami még jellegzetes, például a bánáti sváb hagyományokhoz képest, az a disznó pörzsölése. Bánáti svábok ugye koppasztották a disznót, tehát forró vízbe megfürdették és aztán ledörgölték a szőrt róluk. Ez a forró vizet a kopaszra. Így van. És ehhez képest a élalföldi magyar az mindig pörzsölt. Sőt, hogyha tehetsége nem volt hozzá, hogy tömörkény írja, hogy pörzsöljön, mert nem volt szalmája, vagy nem volt kocsija, amin kivigye a már 19. század végén is megfelelő tűzbiztonsági előírásokkal felszerelt városból a disznót pörzsölni, akkor azt csinálták, hogy megkopasztották ugyan forró vízbe, de a végén egy kis szalmával, ha csak kőcsömbű is, ha csak néhány villával is, az íze véget adtak neki egy kis füstös ízt, a szalonna bőrnek egy kis égettséget, hogy mégis az illúzió meglegyen. Maga Tömörkény István, a régi hagyományok jeles megörökítője is azt írja, hogy nyögcsalják magukat ezek az emberek, hiszen csak az ízét, a bukéját adják meg az egésznek, és tulajdonképpen a technológia elmaradt, de hát mégis azért nem lehet számon kérni azokat az embereket, akiknek a szegénységük nem tette lehetővé azt, hogy a hagyományos pörzsölést
teljes mértékben háromszori, négyszeri szalmaterítéssel végigcsinálják. Valahol Szeged mellett Tiszaártérbe, vagy Kubiködölbe, vagy bárhol, ahol nem veszélyeztették a náttetős házakat. Tehát igyekeztek azért megadni a módját, csak kicsibe is. Na most a vágásról nem esett szó, hogy kik szúrták meg a jószágot. Önjelöltek, vagy pedig szakavatott emberek? Böllér diplomát még a 19. században senki se kapott, de úgy hiszem, hogy a 20. se sokan büszkélkedhetnek vele. Tehát ez a rutin és az évek, ahogy szokták mondani, ezt teszik. Hát hogyha valaki már azért 100-200 disznót megszúrt annak rendje módja szerint, és nem csinált bajt vele, se a disznóba, már legalábbis olyan szinten, hogy sokáig szenvedtette volna, se a rokonságba, hogy sokáig kellett volna a disznót hajkurászni, akkor az Böllérnek számított, így is tisztelték, de mondjuk a Böllér segédeket is, vagy illetve az asszonyokat, akik a disznóvágásnál segédkezték, azokat is mögillette, legalábbis erre az egy napra Böllér asszony címzés. Azt hiszem, hogy valami szolgáltatást kaptak a Böllérnek. Jutalmat. Egyébként mi volt a jutalék? Mivel hogyan fizettek? Többféle módja is volt, hát természetesen a kóstoló, illetve az, hogy a Böllér az főhelyen ült, disznótoros vacsorából először szövött, hogyha rendes volt a gazda, és megadta a módját és a tisztességet. De például a 60-as években már ahány kiló volt a disznó, annyi forintot kapott. Tehát onnantól kezdve adatolható a pénzbeli járulék, jutalék is a Böllérek részére. És akkor tovább a feldolgozást nézzük. Ugye említetted az orját, utána mi következett? Először ugye a sonka, hát a sonkák levétele, első, illetve a hátsó sonka, az ugye irányították a gazda, meg a gazdasszony, mondták, hogy akkor a sonkát kanyarítson, hogy Radnát mögjárhassuk vele, ami két heti gyalogos búcsújárást jelentve tisztességes méretű sonka volt, főleg a hátsó sonka természetesen. És utána ugye a földolgozás többi része, tehát a zsigerelés, a levették ugye az orján kívül a szalonna részét, a háromféle hájat, kivötték a belsőséget, most kezdték a belet, tehát ez nyilván azért igazából a napjaink disznóvágása is sok mindent megőrzött ebből a dologból. Kivötték a nyúlját, becsenyét, lépet, amiből időjárást jósoltak, illetve a májat, amelyet sokáig nem használtak fel külön, hanem beletöltötték akár a hurkába. Májas hurka külön az egész későn jelentkezett. Valahogy a máj használatától sokáig a magyar parasztság az kicsit tartózkodó volt, és igazából mint hogyha ha a külföldi divatra terjedt volna a májas hurka használata. Nem így a véres hurka, még kezdettől fogva, 19. századtól fogva egy nagyon fontos, jelentős és értékelt csemege volt. Ez egy rituálé volt, ha úgy gondolunk, belegondolunk, nem egész napos rituálé volt. Megadták az állatnak a tisztességet és végtisztességet, és egy ünnep is volt egy alkalommal. Nem véletlen, hogy a disznó vágás az egyetlen, illetve a disznó vágás ...nak a befejezése, amely tor szóval illet a magyar, amely ugye nyilván a halotti torra is visszautalhat. Tehát valamiféle olyan ünnepélyes külsőségekkel fölruházott esemény, szinte már ceremónia, amelynek egyéb tartozéka is voltak, például a kántálás, különféle maszkos alakoskodások. A disznótorra jöttek hívott, illetve hivatlan vendégek is. Ez mindig ezeket illendő volt különféle szintig megvendégelni, illetve a disznótori alakoskodósoknak is különféle ajándékot adni. Tehát ez úgy is mondták régen, hogy egy kis lakodalom volt a disznóvágás. Tehát mind külsőségeiben, mind a eseménydúságot, tartalmasságot illetően egy paraszti életnek egy kiemelt epizódja volt, amelyet gyerektől a felnőttig mindenki várt. Mondjuk nem biztos, hogy például a bélmosó asszonyok azért ugyanaz az intenzitással, mint a gyerekek, akik a fiók tűz őrzésétől kezdve, amely a pörzsölésnél volt fontos, onnantól kezdve a hólyag fúváson át nagyon sokféle élménnyel gazdagodtak. Nem biztos, hogy
család minden tagja egyformaképpen válta, de mindenképpen egy fontos pirosbetűs ünnep volt Magyar Parasztságban. Ebből mennyit tudtunk megörökíteni, megmenteni az utókornak? Hogy sikerült? Mennyi sikerült ebből? Ki mennyit családonként? A feldolgozás hagyományait illetően talán elég sokat, hiszen a hentes feldolgozáshoz képest nagyon sok családban élnek még az órjára bontás, az ólajtón való földolgozásnak a módszerei, magamnak is volt szerencséje segítkezni jelenleg. Ólajtón? Igen. Ez mert miért kellett az ólajtón feldolgozni? Hát Tömörkény István írja, hogy kétféle bontás van, az egyik a rénfára dolgozás, ami ugye egy ilyen ágas, ahol kifeszítik a disznót, igen, ugye hentes módra. A másik pedig az, amikor leveszik a tisztességére a sarokvasáró az ólajtót, és akkor azon dolgozzák föl. Tehát ez maga külön egy olyan esemény volt, amely nem minden jószágnak dukált, egyedül a disznónak. Hát már talán ilyen külsőségekben is megmutatkozott, hogy a disznó lett légyen akár az ól x-edik disznója, vagy a konyhás malac, amelyre piros páncikát kötöttek már még szopós korában, hogy szemmelverés ne érje, és mindig a gazdasszony után járt, valamiféle maradékba reménykedve. Tehát teljesen mindegy, hogy honnan származott a disznó, de megkülönböztetett sora és befejezése volt életének. Mi is tesszük, befejezzük egyébként, meg a disznó nem buta állat. Én ezt hallottam állattartóktól, hogy igenis értelmes jószág. Hát, hogyha valaki volt már disznóvágáson, illetve itt volt reggel, az pontosan tudja, hogy a disznó abban a pillanatban tudja, hogy valamiféle veszedelem fenyegeti, hogy a megszokott helyéről kimozdítják, avagy csak az idegen hangokat, szagokat megérzi az ól körül, hajnalban, még sötétkor, és hát nem egyszerű ezeket előhozni, tehát sokszor mindenkit hátra parancsol a gazda, és sokszor még ez is kevés, hiszen a disznó, ahogy szagot fog, abban a pillanatban már gyanakó ilyet, és hát ez bizonytalanná teszi a disznóvágás kimenetelét. Nyilván, akinek ilyen tapasztalata van, az tudja, hogy a disznó igenis okos állat, és igenis az ösztönei, azok vannak olyan fejlettek, mint akármelyik kutyájé, vagy akármelyik emberé. Igen. Akkor mi is engedjünk az ösztöneinknek, úgyhogy jó italot kívánunk az ebédhez. Köszönjük szépen Törőcsi Kisának az előadását. Bátran, nyugodtan meg lehet tapsolni az Istvánt. Köszönöm szépen én is a figyelmet. További kellemes napot, jó szórakozást kívánok. Köszönjük szépen. Téli teremlabdarúgó bajnokság végezettével egy rendhagyó összecsapásra is sor került, melynek során a torna szervezői és a játékvezetők oszlottak két csoportra, hogyha bár tét nélkül, de ők is megmérkőzenek egymással. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Következő adásunkat február 27-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!